Kölesden tartotta meg alakuló ülését a Tolna Vármegyei Önkormányzat közgyűlése. A Vármegyei Önkormányzatban június 9-én a választók 11 kormánypárti, 2 Mi Hazánkos, 1-1 DK-s és Momentumos képviselőnek szavaztak bizalmat. Az alakuló ülésen a képviselők Orbán Attillát, a korábbi ciklus alelnökét választották meg a közgyűlés elnökévé. Én alelnökként is nagyon fontosnak tartottam a településekkel való személyes kapcsolattartást, és most is ezzel szeretném kezdeni, hogy végig látogatom az összes települést, mind a 109 települést. Sok településen új polgármester van, meg akarok ismerkedni az új polgármesterekkel, a régiekkel, át akarjuk beszélni az eddigi fejlesztéseket, amit közösen eszközöltünk, és meghatározni az irányokat a következő ciklusra mindannyiunk számára. Az önkormányzat feladata, hogy a vármegye valamennyi települését segítse céljaik elérésében. Azon túl, hogy nekünk a fő feladatunk a terület és település fejlesztés, van egy önként vállalt feladatunk is, amit még talán a terület és település fejlesztésnél is fontosabbnak tartunk, ez pedig a közösségek fejlesztése, hiszen igazából mindent az emberekért, a közösségekért kell tegyünk, és minden fejlesztés a közösségeket, az embereket kell figyelembe vegye. A közgyűlés alelnököket is választott, szám szerint 3-at. Zsikó Zoltán korábbi alelnök továbbra is marad ebben a pozícióban főállású alelnökként, társadalmi megbízatású alelnököknek Bíró Marcelt és Vizin Balást szavazták meg. Potápi Árpád János államtitkár, Tolna Vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszönetet mondott azoknak a választóknak, akik június 9-én elmentek szavazni. Természetesen azoknak még inkább, akik egyébként a megyei listák valamelyikére is szavaztak, különösen azoknak, akik a Fidesz-KDNP listáját támogatták, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy történelmi sikert értünk el, hiszen eddig a 15 fős testületben, közgyűlésben 10 helyünk volt, ez mostantól 11-et jelent. Úgyhogy sikerült még jobb eredményt elérnünk, mint 2019-ben ez. Azt feltételezi, hogy nagy bizalommal fordultak irányunkban a Tolna Vármegyei szavazók, és ezt a bizalmat meg kell nekünk szolgálnunk. Orbán Attila elnöki pozícióban az előző önkormányzati ciklushoz képest Fehérvári Tamást váltja.